an alibije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzin. Augusztus 30-a kedd reggel van, 8 óra 10 perc, itt van Mihálovics András. És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok én, és 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy ide lehet írni, például ilyeneket: nem tudják megnyerni az oroszok a háborút, ha. Az ukránok 80%-a biztos nem támogatja ezt a háborút, aztán a másik, ezért gondolom, hogy jó helyen van a téma is, és a szakértő is, mert igaza van a szakértőnek, a Szovjetunió sem tudta megnyerni az afganisztáni konfliktust, a közvélemény egyáltalán nem támogatta azt a háborút, tudom, mert akkor kint éltem. Aztán Oroszország, India, EU viszonylatban a tengeri olajszállításnál a hajók menetideje is jelentős tényező. Nagyon nem mindegy, hogy 6-7 naponta fordul egy tanker, vagy 30-35 nap alatt. Ugye ezeket igen, mondtuk, persze. Hogy, és még tankerből sincs igen, elég. És még darabra sincs meg igen. A létszám. És az orosz néplélek, meg az ukrán néplélek, az majdnem orosz, írja egy hallgató. Aztán egy másik, egy kis témaváltással, az, hogy ezt fordítatjuk úgy, hogy az Európa nekünk fájó szankciókat vezette be előbb, és az oroszoknak jobban fájó szankciók bevezetését időzítette később. Nem. Mondtuk. Azt mondtuk, hogy az oroszokra később hatnak azok az szankciók, amelyek nekünk már most fájnak. Na, Walter Ati a Real Manchester PSG szintű top csapathoz igazolt, Jumbo Visma Lészen az a csapat, írja Lőpapa, akit nem idéztünk ma még, úgyhogy gumicicáját a kerékpározást beemeltük az adásba, most pedig némi közlekedési információkat szolgáltassunk szerintem. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén. Mert hogy óriási gond van a 6-os főúton, a bevezető szakaszon, az M0-as és a Háros utcai felüljáró közötti szakaszon, ugyanis baleset történt, és mindkét irányban áll a forgalom. Ó, de remek. Akkor majdnem arra megyek haza. M0-as autó déli szakaszán az M1-es autópálya felé is beszámoltunk egy balesetről. Diós térségében korábban több jármű kalambozott. A 9-es kilométernél már csak a gyorsítósávot tartják zárva. Az M51-es és a 7-es főúti csomópont között szakaszosan torlódik a forgalom. 20-25 perces az időveszteség. Ugye ez jobb, mint az egy órával ezelőtt. Ott közel egy óra volt, 45-50 percet ért az útinform. No, gyors témaváltás. De nem tudjuk, hogy vidám lesz vagy.